to town. I'm staying here inside. Me and my pride. Június 17-én és 18-án Szolnokon került megrendezésre a belgrádi ifjúsági kajakkenu Európa bajnokság válogatója, mely a világbajnokság első válogatója is volt. A pénteki első napon 10 versenyszámban rendeztek döntőket, a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia versenyzői pedig 5 fináléban voltak érdekeltek. Férfi kajak egyes 1000 méteren Kollek Bálint nagy csatát vívott az élmezőnyben. Az ifjúsági korosztályban első éves Kollek 700 méterig a győzelemre is esélyes volt, végül pedig a második helyen ért célba hídvégi Hunor mögött. Teljesen kiadtam a maximumot, nem fárasztó volt, már 700-nál éreztem, hogy fáj, nem olyan volt, mint az elő és a középfutam. Nem tudom, hogy mi volt a hiba, hogy fél órával később eltolták ugye a futamot, vagy hogy hideg volt, kimelegettem, de majd rájövünk és készülünk tovább. Az 1000 pálya azért megvisel, de csalódottság azért nincs, mert fiatalabb vagyok, de azért egy kicsi van. A női kajakosok 500 méteres egyéni versenyében Rumonfalvi Kis Janka szintén nagy csatát vívott a győzelemért, és Kollekhez hasonlóan a második helyen ért célba a kétszeres ifjúsági világbajnok Kis Kóréka mögött. Az előfutam és a középfutam után így igazából én nagy önbizalommal indultam neki, úgyhogy annak örülök, és igazából így a tavalyi évet, ahogy befejeztem, ez fantasztikus, hogy így ez így sikerült, úgyhogy igazából így összességében örülök neki nagyon. A női kajak egyes 1000 méteres számában Nemes Réka már az első métereken elhúzott a mezőnytől. Majd fölényét növelve 2 hajónyi előnnyel kvalifikálta magát a belgrádi Európa-bajnokságra. Szerettem volna nyerni, de igazából hát nem számítottam rá, hogy ennyivel fogok nyerni igazából. Szerettem volna ennyivel nyerni, de nem erre számítottam. Már a rajtban elmentem az első 100 méteren, és igazából ott arra figyeltem, hogy ne nagyon vegyek vissza, és tartsam az iramot, és igazából így fokozatosan jöttem el. 50 perc múlva lesz egy 4-es futam, ott is szeretnék nyerni, és holnap még lesz egy páros, és hát ott is a győzelem a cél. Kollek Bálint az 1000 méter egyéni ezüstérme után a kajak 4-es tagjaként is a dobogó második fokára állhatott fel 500 méteren, Mitring Olivér, Herda Richard és Borbély László társaságában. Nagyon örültünk neki ennek a második helyezésnek. Nem úgy nézett ki, ahogy kellett, mivel voltak még csiszolni valók rajta, de dolgozunk tovább, és reméljük, hogy a következő válogató jobb lesz. És nagyon elégedettek vagyunk ezzel a második helyen. Szerintem egy nagyon jó 4-es vagyunk, mivel hasonló a korosztályban vagyunk. Nemes Réka és Rugonfalvi Kis Janka a női kajak 4-es 500 méteres versenyén szerzett első helyet Kiskó Réka és Szegedi Angelina társaként. A 4-es győzelme azt is jelenti, hogy a június 23-án rajtoló belgrádi Európa-bajnokságon ők képviselhetik a magyar színeket női 500 méteren. Nagyon hosszú nap volt, úgyhogy már eleve ilyen kicsit fáradtan indultunk neki, de szerintem nagyon jó volt, ahogy elkaptuk a rajtot, már ott kicsit ki tudtunk ugrani, és utána 250-nél meg indítottunk, és ott meg már tök jól megindultunk, úgyhogy szerintem nagyon jól együtt voltunk egész végig. Nekem is tetszett a rajt, az iramunk is jó volt, és igazából a végén nem is kellett indulnunk, úgyhogy jól sikerült. Én nagyon örülnék neki, ha egy háromba benne tudnánk lenni, szerintem az egy reális álom lenne számunkra. Az éremszerzés a cél, de igazából szerintem a magyar női 4-estől mindig elvárják az aranyat, úgyhogy szerintem most is erre fogunk törekedni. A válogató második napján szikrázó napsütésben versenyeztek a fiatal sportolók, köztük Kollek Bálint, aki a K1 500 méter fináléjában ezüstérmet szerzett. Szerencsére most minden összeállt, a rajtot még egy kicsit gyakorolnom kell, azt az első 100 métert, mivel nem volt olyan jó, mint amilyen szokott lenni, de a végén az a szembeszél utcsó 100 méteren, az besegített a második helyre.
Női K2 500 méteren a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémia versenyzői két hajóban is érdekeltek voltak a döntőben. A szoros befutót hozó versenyen a Nemes Réka és Rugonfalvi Kis Janka páros a harmadik, míg Jenei Panna Kertész Gréta oldalán a hatodik helyen ért célba. Igazából szerettünk volna nyilván nyerni, de a fő célunk mégis az volt, hogy kihozzunk magunkból a maximumot, és igazából szerintem ez sikerült, és ez erre volt elég. Gondoltuk, hogy nagyon szoros lesz a befutó, úgyhogy próbáltunk nagyon magabiztosan az állni a rajtgéphez, és minél jobb rajtot menni, és aztán az utazót is erősen megcsinálni, hogy előtt tudjunk maradni, és ott tudjunk maradni a mezőnnyel. A nap zárásaként Jenei Panna K1 200 méteren döntőzött, ahol a hatodik helyet szerezte meg.